Hosszú évek munkája 2018-ra beért Szajolban, hiszen bár még nincs vége a bajnokságnak, de most már a pontokból, a matematikából látszik, hogy a szajoliak megnyerték a bajnokságot. Hogy lehet ezt átélni? Hát ezt át kell élni. Hogy lehet ezt átélni? Az, aki szombat este, szombat délután itt volt a mérkőzésen, illetve utána itt volt, az azt láthatta, hogy hogyan lehet ezt átélni, hát óriási dolog. Készül rá az ember nyilván, mert számolgat, és tudta, hogy mi lesz, de igazából, amikor odaér, akkor lehet ezt átélni. Igazából, amikor lefújták a meccset, akkor én személy szerint úgy nagyon nem is tudtam magammal mit kezdeni. Először elmentem ugye a labdákért, meccslabdákért, vagy máskor, és utána úgy így a ragadt át az ünnepi hangulat a játékosokról, nézőkre, utána tudott az ember fölengedni, és tényleg örül neki is utána már. Hát hajnalig tartotta az ünneplés, az már teljesen sodortam át. Az ember nagyon jó érzés volt. Ugye sok év munkájáról beszélünk, és igazából elmondhatjuk azt, hogy nagyjából a csapat is stabilan az évek során megmaradt. Mennyire volt fontos az, hogy egyben maradjon a csapat, és azok a játékosok, akikkel együtt dolgoztál, azok hozzák meg ezt az eredményt? Hát a legfontosabb volt szerintem, hogy együtt maradjon, mert tehát állandóan csapatot építgetni, az időigényes. Tehát főleg nyáron kevés az idő két bajnokság között, ugye megfelelő pihenőt is biztosítani kell. Tehát ott ember július elején elkezd egy csapatot építgetni, abból augusztus elején nem lesz csapat. Tehát ez mindenképpen pozitív, hogy valaki évtized óta itt van. Például az edzőnk, Donkó Krisztián, ő 2003 óta van itt, és éppen számolgattuk, hogy a Bogdán Balázs 10 éve van itt, a Dalmali Peti 9, a Benedek 9 éve van itt, sorolhatnám még Vadas Gergő már második alkalommal, de ő is több éve van itt, úgyhogy nem beszélve a fiataljainkról, akik ugye itt nőttek föl nálunk. Tehát igazából egy csapatnak ez a, szerintem a, meg a lényege, hogy stabilan, fixen, és akkor az, hogy egy-két változáson a keretbe, az még ugye belefér, De az állandóság az szerintem az egyik kulcsa volt itt a sikernek. Most vagytok a csúcson? Hát most vagyunk szerintem, igen. Szerintem most vagyunk. És ugye ez egy folyamat volt. A fölkerülés után egy pár évig azért ott a kiesés ellen harcoltunk. Volt kétszer kiki meccsen tudtuk hozni egyáltalán a megye egybe maradást. Emlékezetes volt Karcagon elért egy-együnk, ahol a hazaiak a dobogóért játszottak, és hát nekünk viszont muszáj volt pontot szereznünk, és szereztünk, vagy a mezőtúri fellépés, ahol szintén legalább egy pontot kellett szereznünk, és tudtunk szerezni. Úgyhogy ezek emlékezetesek, utána viszont jött egy ilyen sikeresebb időszak, és utóbbi 4 évet figyelve, ugye a negyedik helyen végeztünk, aztán a harmadikon, tavaly a másodikon, és most ugye az elsőn, tehát szerencsére ez egy ilyen egyenes út volt a dobogóra, de mondom, ennek ez nagy köze volt annak, hogy gyakorlatilag majdnem ugyanazok az emberekkel. És a 12. játékos a szurkoló közönség, a hazai csapat? Nagyon kellett, így van. Nagyon kellett hozzá, illetve hát az a nem túl nagy létszámú stáb, akit rendelkezésünkre áll, tehát sajnos az egyik hátulütő, hogy gyakorlatilag ez nem titok, hogy én vezetőedző minőség vagyok, tehát a csapatot nem én edzem, hanem a Krisztián, Donkó Krisztián. Gyakorlatilag én végzek egy csomó olyan munkát, ami ugye az adminisztráció, a szervezéssel kapcsolatos. A gondnokasszony hamar tündi pedig a egyebeket, tehát a pályarendben legyen szerelés, mindent. Tehát, de gyakorlatilag itt majdnem, hogy befejeztük a stáb felsorolását. Tehát így az elég nehéz volt, de ha voltak is ilyen súrodások, akkor is tudunk ezen lépni, és azért működött a dolog. Van még hátra mérkőzés, ilyenkor hogy szoktok majd kimenni a pályára, hiszen azért csak jó lenne bizonyítani, csak jó lenne a legjobbat kihozni, bár a tétje az már ugye megvan. Hát ez a csapatot mindig azt foglalkoztatja, hogy becsúszott az új szászi veresség. Tehát érdekes módon ez még a nagy ünneplés közepette is, hogy a fenegye meg miért nem tudtuk veretlenül. Tehát ez a csapat annyira motivált a győzelmekre,
hogy egyszerűen nem gondolnám, hogy most így félváról vennék mérkőzéseket. Hát a két hazai meccs ugye az egyértelmű, hogy csak hazai győzelem, ugye az említett közönség miatt is 12. ember. Ott annál a kérdésnél is elmondottam volna, hogy igazából én nem hiszem, hogy bárhol bárkinek ilyen szurkoló tábora van. Olvasgattam a néplapban a nézőszámokat, hogy 80 néző, egy karcagon 100. Volt, ahol 30 néző volt, meg 50, tehát igazából itt jó, kiemelt mérkőzés volt, 400 körül voltak a nézők, rengetegen jöttek olyanok, akiket eddig nem láttunk, de most azt mondom, hogy jászárok szállásra kb. 60-an kísértek el bennünket, Besenyszögön közel 80-an, tehát igazából van egy maga, aki ott van a csapat mellett, és biztatja, és hál' Istennek tényleg plusz erőt tud adni, és hát szeretik a fiúkat. Szombat este itt, hát úgy szépen szállingoztak, de olyan 1-2-3 óra, órával a meccs után még itt jelentős számba voltak szurkolók, és itt be sem mentünk, hanem itt beszélgettünk, és hát együtt volt a csapat meg a szurkolók. Arról tudunk-e beszélni, hogy a következő szezonban lesz-e feljebb lépés, vagy vannak-e ilyen tervek, vagy hogy fog ez alakulni? Hát igazából most majd úgy gondoltuk, hogy ez a hét az ünneplési. Jövő héten le kell ülni elsősorban a játékosokkal, mert hát ez rajtuk is múlik. Tehát én azt mondom, hogy ott kezdenénk, hogy ők mit akarnak, mert volt egy megbeszélésünk januárban, itt nyilván most nem az a cél, hogy, tehát az lenne a cél igazából, hogy ezzel a csapattal, aki ilyen mondanom azt, hogy fölényesen megnyert egy megyei bajnokságot, esetleg följebb lépni. Hát figyelgetjük nyilván a többi megyének a bajnokát is, hát félelmetes volt MB-s csapatok vannak megyei osztályban első helyen. Kecskemét, Eger, Nagykanizsa, Komárom, Sárvár, Algyő, tehát piszkos, már meg egy osztályozót lejátszani is óriási feladat. Mert azért csak kis településnek a csapata vagyunk, tehát már az egy óriási feladat. Nyilvánvalóan egy NB3 az a létesítmény, fejlesztés, a utánpótlás, plusz utánpótlás csapatok szerepeltetése, akár még megoldhatatlan feladat elé is állíthat bennünket, de mondom, az első lépés a játékosok. Tehát igazából azt beszéltük, ez őértük van. Most nem szeretnénk azt, hogy itt játszik egy keret, egy mondhatom, hogy baráti társaság, egymásért játszó csapat, hogy abból mondjuk a keret fele nem vállalja az NB3-as sokkal több edzést, nem is kevéssel több edzést, a munkahelyét feladni, mert igazából tudjuk NB3-asoknál, hogy föl kell adni a munkahelyet. Na most ezt nem is várhatjuk a játékosoktól, de ha ők úgy nyilatkoznak, hogy vágjunk bele, akkor mindenképpen neki menjünk, és osztályon is bárki kerül az utakba, biztos vagyok benne, hogy nekik fogunk menni, és próbálunk a lehető legjobban szerepelni. És onnantól kezdve, hogyha játékosok ezzel döntötték, akkor talán már nem is csak róluk szól, hanem erről a településről is, hiszen akkor biztos, hogy kell egyfajta önkormányzati támogatás, biztos, hogy nagyobb szurkolói támogatás kell, viszont hozadéka is lenne a településnek ebben a tekintetben, hiszen akár a pályafejlesztéssel, akár az utánpótlással nagyon sokat léphetne előre ez a település. Érett erre ez a csapat ön szerint? Hát mondom, ezt vegyük külön. Tehát a csapat érett az NB3-ra, ezt látjuk a eredményekből. Tehát azért nem is gondoltuk, hogy nyilván a cél az volt egy tavalyi második helyet, hogy megnyerjük. De az, hogy ekkora fölényen és a mögöttünk levőt egy oda-vissza győzelemmel, 8-1-jel tudjuk magunk mögött, ez azt mondja, hogy a csapat érett rá. Na most a létesítmény az olyan, amilyen megyei szintű. Nyilván fejlesztések vannak, már pályázatot is nyertünk a fejlesztésére, viszont MLS munkatársait lent volt, valami hihetetlen követelmények vannak, NB3-as, hogy szerintem a most NB3-asoknál sincs meg egy csomó helyen. Tehát a településre az óriási nagy terhet róna. Na most utánpótlás szinten nyilván itt több gyerek nem lesz, tehát csak máshonnan tudnánk a hiányzó U14-U15-ös nagy pályácsapatot összeszedni, most az akkor nem a mi utánpótlásunk. Tehát itt azért kérdések fölmerülnek, tehát az egyesület alapvető céljai között nem az van, hogy most hozzunk ide 30 teljesen idegen gyereket.
Nyilván, hogyha ez szükséges az induláshoz, akkor megpróbáljuk. De az ugye az már nem a miénk lenne. Én köszönöm szépen, gratulálok még egyszer az eredményhez, és a hátrévő meccsekhez pedig jó játékot kívánok továbbra is, hiszen azért még vannak megméretetések. Így van, köszönöm szépen. Tehát most itt valaki írta is, nem tudom ki, hogy végiglapozgatta a megyei első osztályt, amióta az adatbankban vannak, ha most mi megnyernénk a 4 meccsünket, akkor rekordpontszámmal lehetnénk bajnokok, mert egy ponttal meg tudnánk előzni a 82 pontos Tiszafüredet. Nyilván nem ez dolog az ember szem előtt, már most ha ugyennyi pontunk marad is megnyertük, tehát nem ez a lényeg, de nyilván mivel a táblázaton jóval mögöttünk levő csapatok ellen játszunk, tehát nem engedhetjük, én úgy gondolom, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy esetleg lelazsáljuk a mérkőzést, mondom, hazai közönség előtt, ami 2 meccs van, az 100%, hogy itt mindent bele fogunk adni, de úgy gondolom idegenbe is, tehát azért presztízs miatt. Azt sajnáltuk, mondom, hogy nem veretlenül, az még nagyon szép lett volna, de hát ilyen a futball, de mondom, a hátralő meccseket is olyan komolysággal fogja venni a csapat, ez majdnem biztos vagyok benne. Szezon végén ezt kielemezzük, addig pedig jó játékot, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.